A férfiaknál Berez Zsombor, a nőknél pedig az a 18 éves Érdi Mária lett az év vitorlázója 2016-ban, aki már ott volt a Riói olimpián, 14. helyet szerezve és futamot is nyerve. Aztán hajóosztályában a Lézer Radialban világkupa negyedik lett a döntőn, amint az ifjúsági vb n is. Hát kérdésekkel gratulálunk neki a díjhoz. Szia, jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, jó reggelt! E, hogyha azt nézzük, hogy minden 2016-os eredmény legfontosabbik az a magyar sporttörténetet író, sporttörténetet író 11. helyed a női világranglistán ezt mondhatom? Igen, ez egy elég szép eredmény, meg magyar vitorlázó nagyon régen volt ilyen előkelő helyen a világranglistán, úgyhogy ennek nagyon örülök. Um, ez annak köszönhető, hogy a világkupákon sikerült egész évben nagyon jól szerepelnem, kétszer is bent voltam az első tízben, és az év elején így el sem tudtam volna képzelni, hogy egyáltalán egyszerbe kerülök, úgyhogy nagyon jó évet zártam. Hát azt akarom mondani, hogy tavaly ilyenkor aláírtad volna. Igen, persze. E és egy ilyen kitüntetésben egy évvel ezelőtt bíztál volna, már csak az is kérdezem, mert nem először kapod meg, hanem most már zsinórban ez volt a negyedik. Igen, hát erre számítottam, mert nekem a legjobbak az eredményeim a női vitorlázók között Magyarországon, úgyhogy ez igazából nem okozott nekem túl nagy meglepetést, de nagyon jó mindig az elismerés. Hogy de örömet okozott. A Igen, persze. Ha egy évvel ezelőtt elképzelted magadnak az évet, akkor mindenképpen a világkupa ide vagy oda, meg a korosztályos és nem korosztályos világversenyek, azért a fő cél az Olimpia volt, igaz? Igen, a fő cél az olimpia volt, bár nem hittem el igazából az év elején, így tavaly ilyenkor nem gondoltam volna, hogy sikerül a kvalifikáció, mert nagyon, nagyon szoros volt a verseny így Európában, még két hely volt kiadó, és um, március végén volt az utolsó ilyen kvalifikációs verseny, és volt körülbelül 15 európai nemzet még, aki pályázott erre a két helyre, köztük én, és körülbelül Ilyen tíz évvel fiatalabb voltam mindenkinél, meg az előtte lévő versenyeken nem voltam benne ebben a kettő első kettő európai nemzetben, és pont akkor így kijött a csúcsformám, és sikerült elsőként kvalifikálnom. Na, hát ezek után, és ennek fényében az örömön túl a részvételen kívül fontosnak tartottad, hogy milyen lesz az eredmény majd rióban? előtte azt mondtam, hogy tapasztalatszerzés, meg ilyenek, de amikor ott voltam, szerettem volna ugye minél jobban teljesíteni meg. Mindenki, aki ott van az olimpián, ugye nem azért van ott, hogy most megnézze az olimpiai falut, meg ilyenek, úgyhogy beleadtam mindent az összes futamba. Az első napom az nem sikerült olyan jól, úgyhogy a második nap nagyon be akartam bizonyítani, hogy tudok jobban is menni, és amikor megnyertem a futamot, az, az nagyon csodálatos érzés volt talán egy futamgyőzelem még fontosabb is, nem? Mint az, hogy az összetetben 14. Helynek. Igen, meg erre így odafigyelnek az emberek, meg én is így elmondhatom, hogy tényleg legyőztem az egész világot. Ha azt nézzük, hogy persze, te vagy a legjobb magyar női vitorlázó, de végülis az év sportolója cím melyik idei dobásért vagy nagy eredményért jár leginkább. Hogyha egy eredményt nézünk, akkor az olimpia inkább, azért válogathatunk bőségesen. Igen, Szerinted... ez az én, igen, szerintem az olimpia. Az, az olimpia. Igen, én is arra vagyok a legbüszkébb az idei évemből. Volt ebben a, a múlt esztendőben csalódás? Hogyha visszamegyünk korosztályú ifjúsági VB negyedik hely? Igen, az, az már neked az. az nem? Igen, persze, az csalódás volt főleg a világkupa döntő negyedik hely után, de egy ilyen három hónapos kemény edzőtábor után mentem oda, meg a világkupáról rögtön repültem az ifjúsági VB-re, úgyhogy azt vártam is magamtól, hogy nagyon fáradt leszek, de örültem volna azért, ha legalább a dobogó megvan. Uh -huh. Na most, hát hogyha a két versenyt, hogyha már így egymás után voltak, hasonlítsuk össze, felnőtt világkupa döntő negyedik hely, az hányszor nehezebb feladat, mint az ifjúsági mezőny? Azt igazából nem tudom megmondani, hogy hányszor nehezebb, ezt úgy lehet összehasonlítani, hogy a világkupa döntőn ott voltak az olimpiai érmesek, meg a felnőtt legjobb versenyzők, a ifjúsági világbajnokságon pedig a, az út 19-es, a 19 év alatti a világon a legjobb versenyzők, de... Teljesen más mezőny. Igen, teljesen más mezőny. Te meg... össze. <laughs> hát igen, körülbelül. <laughs> Na most, ha már itt tartunk, melyik volt a legpompásabb versenynapod és futamod az esztendőben? Az olimpiai futam győzelem volt a legjobb futam, és, és az a napi versenyzés mert akkor két, két, nagyon jó futamom volt. Az első futamot megnyertem, a másodikban meg ötödik lettem, akkor így minden összejött azon a napon. És 2016-ban a legkedvesebb versenyhelyszín? A legkevesebb verseny az, az szerintem a Palma de Mallorca, ahol a kvalifikációt megszereztem. Tehát az az, amire nem számítottál és utána összejött, igen, ö, igen. hogy hogy a kevés esélyből kihoztad a maximálisat, azért igen, is. Uh -huh. Igen, meg nagyon szeretek ott versenyezni egyébként Aha, is. Az egyik kedvenced egyébként is általánosan? Igen, meg a Garda szeretem. Uh -huh. Most akkor, hogyha már itt tartunk, akkor tó vagy tenger? Tó. Tó, tó igen. Te is ebben hozod a, a, magyar jellegzetességet, hogy inkább a kisebb szélben vagy nagy menő? Nem, pont az ellenkező. Régebben nagyon jó voltam a kis szélben, de, de most már jobb eredményeket tudok hozni a nagy szélben, mert nagyon sokat edzettem erre, hogy a sebességem az, az fejlődjön a nagy szélben. Úgyhogy most már a kis szélben rosszabb eredményeim igen? szoktak lenni, igen. Tehát most már nem, 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 nem magyar vagy. Nem, de... Na de ezt ez... persze az is kell gondolom, hogy te nem olyan sokat töltesz egy évben a Balatonon már, mint hogy a Balaton vizén. Igen, körülbelül két hetet vitorlázom a Balatonon egy évben. Idén nem tudom, hogy ez mennyi lesz, tavaly körülbelül ilyen két hét volt. Azt sem tudom, hogy el fogok-e magyar versenyen, de majd meglátom, hogy hogy alakul az évem, meg a versenyprogram. Azt te számon tartod, hogy tavaly egy évben Hány olyan nap van, amit nem töltöttél a vizen? Nem, ezt nem tartom számon, nem is tudom pontosan meg. Az egyszerű lenne kiszámítani a nemet, igaz? Ö, igen, Na... egyszerűbb lenne, mint az, amit <laughs> vizen töltöttem. És az, hogy mennyit töltesz egy éve Magyarországon? Körülbelül száz, száz nap. Uh -huh. Tehát azért az kétharmada az évnek, vagy akár több is az, az, az külföldön töltött. Igen, számodra. az becsanyag Megedzőtáborok. Meg táborok. Na most, hogyha gondolunk 2017-re, akkor mi lesz itt a fő felkészülési bázisod? Abban az évben, amikor ugye az egyik fő feladat egy 21-es VB arany lenne, igaz? Igen, most, most jöttem haza egy három hónapos edzőtáborból, Ausztráliából, úgyhogy ezt veszem most a téli alapozásnak. Nagyon sokat vitorláztam, és most szeretnék, egy kis pihenő lesz, és, és utána valószínűleg Spanyolországban fogok edzeni, Pálma de Majorkán, és onnantól kezdve meg már kezdődnek a versenyek, úgyhogy ez a téli felkészülés idén már meg volt mondhatni. Nálad, és általában a vitorlázóknál már én betelik az a bizonyos versenynaptár, tehát te napra pontosan tudod, hogy mivel mit fogsz tenni majd a következő nyáron és a következő évben, hogy azért vannak lukak. Nagyjából tudjuk, persze ez így útközben mindig alakul, meg valahogy valaki megbetegszik, vagy valamiért kihagyunk egy verseny, de a fő versenyek azok megvannak, meg a cél, hogy mit szeretnénk elérni egy adott évben. Neked ez a lézerradial, ez a hajóosztályod, ez, ez, ez egy ilyen örök darab lesz? Vagy ebből az ember majd kinő és váltani fog? Keres egy másik olimpiai osztályt, tovább lép? Szóval hogy, hogy, néz, hogy néz ez ki? Jelenleg nem, jelenleg nem szeretnék váltani. Ez El a hajó. lehet ebben tölteni egy életet, nem? Igen, ez a hajó fekszik nekem a legjobb, mert előtt elkezdtem a lézerben vitorlázni, próbáltam ki más hajóosztályokat is, de nem szeretek együtt vitorlázni másokkal, vagyis szeretek, de nem versenyszerűen, mert nagyon sok függ a másik embertől, és Magyarországon nehéz lenne egy olyan embert találni, aki ugyanannyira szeretné a sikert, mint én, meg ugyanazt szeretném, mint én, úgyhogy szerintem maradok ebben a hajóosztályban, ha csak nem történik valami csoda. Tehát ugye a szólózás lesz a műfajot. Mi a fő célkitűzésed idénre a technikai fejlődésedet, a, a jobb vitorlázó leszek részleteit nézve? Szeretnék a gyengeszeres futamokon is ugyanúgy, meg az ilyen trükkös szélben is ugyanolyan jól menni, mint a többi futamban. Ezek okoztak nekem nehézségeket az elmúlt versenyeken, úgyhogy a jövőben erre nagyon oda szeretnék figyelni, meg javítani ezeken a, 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 ezeken a futamokon. Ezen kívül meg szerintem még a, a rajtuk azok, amiben mindig lehet fejlődni. És akkor jöhet az ötödik eh, évversenyzője díj majd. <laughs> Igen, remélem. Hát így legyen, jó munkát neked hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.